Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Kézműves műhely, a bukovinai szűcshímzés alapjait sajátíthatták el a résztvevők. Közeleg az ünnepek ünnepe, bukovinai székely húsvéti vallási hagyományok. Böjti énekek, az idősek még mindig éneklik a Krisztus történetét feldolgozó dalokat. Ciberreleves, székely-böjti ételek. Immár harmadik éve szerveznek székely kézműves műhelyt Bonyhádon. Ennek célja, hogy a régi fogásokat, szakmákat újraélesszék. A legutóbbi foglalkozáson a bukovinai szűcshímzés alapjait sajátíthatták el a résztvevők. Ha az nem teríti be az embert, akkor toldozgatni kell. És ugye erre szoktak ilyen boszorkány foltokat, ugye legalábbis úgy nevezték, kitoldják gyakorlatilag a bőrt. A bukovinai szűcshímzés alapjait oktatja Kővágó Zsolt, aki 10 éve ismerkedett meg a szűcsmesterséggel. Bonyhádon pár évvel ezelőtt indult egy székely kézműves csoport a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének szervezésében, ahol régi mesterségeket szeretnének megmutatni az embereknek. Ezúttal a bőr hímzésével ismerkedtek a bonyhádi székelyházban. Kezdetén a bőr hímzésének a technikáját, ugyanis azért egy kicsit más, mint amikor a textilt hímezzük. Ugye a szűcsmesterek feladata volt annak idején a bőrnek a hímzése, és ugye tudjuk, hogy Bukovinából is rengeteg régi bőr munka maradt ránk hagyatékban, amit jó lenne, hogyha készítésének a tudását azt tovább tudnánk adni, lennének, akik megtanulnák, úgyhogy most e célból is vagyunk itt. Elég időigényes, igen, nehéz a bőrrel dolgozni, mondtam más, mint a textillel, maga egy mellénynek vagy egy ruhadarabnak az elkészítése azért heteket, hónapokat vehet igénybe, attól függően, hogy az ember mennyire tud vele gyorsan haladni. Ugye annak idején a szűcsmesterek bizony a szakmabeliek körében a szabók vagy a csizmadiák között is uraknak számítottak, tehát egy nagyon elismert mesterség volt már a régi időkben is. Sajnálatos módon ugye a hagyományos szűcsmesterség mára már kihalt, és próbálkozunk vele, hogy hát ha lesznek, akik kedvet kapnak újraéleszteni. A székelyek Bukovinában 200 évig elzártságban éltek, és ez a kultúra, amit 1764-ben a madéfalvi veszedelem után Moldvába, majd Bukovinába magukkal vittek, konzerválódott, mondja Lőrinc Etel iparművész. Ezt a kultúrát, amikor a Magyarországra hazatelepítették a bukovinai székelységet a II. Világháború után, mint a háború sodrába, magukkal hozták, és én magam is a bukovinai székely szülők gyereke vagyok, Isten segítségek voltak az őseim, és amíg az én korosztályom is őrzi, illetve próbálja újra tanulni azt a kultúrát, amit megőriztünk. Tehát próbáljuk a nyelvünket művelni, a hímzéseinket, a öltözetet, minden egyebet visszatanulni és visszatanítani. És a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége ezt felvállalta szervezni, helyet adni ennek a tanfolyamnak. Kővágó úr, aki eljött ezt megmutatni nekünk, ő jelen pillanatban azt mondhatom az egyetlen, akitől ezt most meg tudjuk tanulni, mert mindazok a kozsokárok, így hívták nálunk azokat, akik a bőrrel való munkát készítették, hímezgették a melyes bundát, a sejmes lájbét, a kozsokot, a különböző bundákat, és már nincsen ilyen mesterünk, úgyhogy most nagy örömmel tapasztaltuk meg, hogy van valaki, aki ezt meg tudja tanítani, és amint látszik, népes érdeklődő is gyűlt össze, aki kíváncsi ezekre a trükkökre és erre a munkára. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy lesz majd olyan közöttünk, aki ezt tovább fogja tudni csinálni. Nem az első ilyen kézműves foglalkozásunk már, hiszen inkszedéssel, a női ruhák varrásával, a férfi ruhák varrásával, sőt a tavalyi évben a fehér neműknek, az ingeknek, a női és férfi ingeknek, majd alsó ruházatnak a varrásával is megpróbálkoztunk. És éppen a napokban ért bennünket két nagy öröm. Egyik az, hogy az egyik asszonykánk, aki ott a tanfolyamon is tanult, már együtteseknek volt 10-esével ingeket. A másik is, hogy aki szintén itt van, ő pedig Békés Csabán kiemelt első díjat nyert azokkal az ingekkel, amiket itt megtanult. Úgyhogy nagyon remélem, hogy minden tanfolyamunk ennyire sikeres lesz, és a dicsőségünkre válik majd.
Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke szerint rendkívül népszerűek a kézműves foglalkozások. Az első alkalom, amikor azt hittük, hogy szövéssel tudunk indulni, ugye hát van egy talán még 8-9 szövőszékünk, aztán jelentkeztek 70-en. És hát annyi nem volt, és akkor gyorsan váltani kellett, és akkor így lett, akkor szedettén készítés, hazavihették otthon gyakorolni. Na hát, és akkor így folytatódott, és jött a kedv. Úgyhogy végül is az idei évben kapcsolódunk az elmúlt évhez. Úgyhogy most mivel a Bukovinában ugye ott elég hidegek voltak, és hát különböző bundákból készült termékeket készítettek, ruházatot készítettek, akár női, akár férfiről beszélünk, és ezt gyönyörűen kihímezték. Na hát ez nem egyszerű, én megpróbáltam, de hát ugye ennek van egy technikája, és gondoltam, hogy mivel van egy nagyon jó táncos barátom, aki végül is saját maga tanulta meg, és nagyon szívesen állt a dolog mellé, hogy átadja ezt a tudását. És hát természetesen itt alapfogásokról lévén szó, két alkalommal fogunk találkozni, és akkor utána majd hát mindenki az ügyessége, a kedve szerint tudja ezt a tudását bővíteni. Úgyhogy a néprajzi táborban is már gondolkodtam, ugye, ami majd nyáron lesz, hogy hasonlóan ugye megint egy lépést tovább haladva ebbe a témakörbe is. Én úgy látom, hogy van értelme az egésznek, és van is rá, végül sokan jelentkeznek, és hát bízom benne, hogy folytatni tudjuk, hiszen nagyon sok viselet darab, illetve a viseletünk nagyon sok darabból áll, úgyhogy van mit még tanulni, és hát bízom benne, hogy örömünkre szolgál majd mindenkinek, aki elsajátítja. A húsvéti ünnepkörrel Krisztus kereszthalálára és feltámadására emlékeznek a keresztények. A nagyheti liturgiában jelképesen megjelennek az első nagyhét eseményei. Jézus utolsó napjai, majd halála és feltámadása. Ezeket az eseményeket éljük át évről évre, újra meg újra. A székelyek megőrizték őseik hit és hiedelem világát, a természethez, az élethez, a közösséghez tartozás életszemléletét. A bukovinai székely származású esperes igazgató plébános Keresztes Andor Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely húsvéti hagyományokat. A húsvét a legnagyobb keresztény ünnep, a tavaszt, az újjászületést jelenti. A húsvét hagyományvilága az évszázadok alatt sok változáson ment át. A székelyek megtartották az ősi szokásokat, rituálékat, archaikus formákat, melyek aztán szervesen idomultak a katolikus közösség hagyományaihoz. Keresztes Andor, Mária Gyűdi igazgató plébános, apai nagyszülei 1942-43-ban Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd két év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon. Papként Szekszárdon és Tolnán szolgált összesen 8 évig, majd Baranyába került. Szívesen emlékszik vissza gyermekkora húsvétjaira, azok lelkiségére. Székelyek egy húshagyati bállal kezdik, az a húshagyó kedden. Ez egy régi hagyomány, hogy bált rendeznek egy vigasságot a nagybőjt előtt. És hamvazó szerdával indul a nagybőjt, és általában a régi öregjeink a szerdai és a pénteki bőjtöket mindig megtartották. A pénteki bőjt mellett keresztutat jártak a templomba, s nagy pénteken meg a faluba, a Kálvárián, Kisdorogon is, Tevelen is. Nagy bőjt az egy befele forduló, mély lelki időszak. És általában mi nem csak a székelyek, a nemzetiségek is az egyházi évbe beleillesztették az életüket, hagyományaikat, és így próbáltak közösen egy lelki felkészülést sem részt venni. Még ami fontos, így mondták az öregek a barkának, hogy pimpó. Virágvasárnap a pimpókat megszentelték, és azt nem hazavitték,
hanem mindenki mise után fölment a temetőbe, és elhelyezték a megszentelt barkát a szeretteik sírjánál. A nagy hét az egy nagyon bensőséges időszak volt. Nagy csütörtöktől még a mi falunkban kocsma is zárva volt, egészen húsvétig, hogy ennek a nagy hétnek is ilyen mély lelki értelmet adjanak. Nagy csütörtökön már előkészültek az asszonyok a tojás festéshez, tojás íráshoz. Különböző mintákat megfestették, még rajzolták a tojásokat, általában nagypénteken. Nagypénteken ugye igyekezett mindenki a templomba lenni az úgynevezett csonkamisén, és még ami székely hagyomány volt, az ételszentelés. Elvitték feltámadás után, vagy inkább húsvét vasárnap, mert feltámadás után ugye galuskát ettek, és amit elvittek egy kosárba, az sonka, tojás, főtt kolbász, torma és kókonya, az a húsvéti sós kalács, amit sütöttek elődeink, és ezt a pap megszentelte a mise végén, és van egy ilyen mondás, hogy betét, mint bece a szenteltből, hogy akkor nagyon jól laktak a húsvéti eledellel, és ez volt a húsvét vasárnapi főmenő az asztalon. A székelyek megtartották őseik hit és hiedelem világát, a természethez, az élethez, a közösséghez tartozás életszemléletét. Az igazgató plébános Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely húsvéti hagyományokat. Itt is tartunk mi is ételszentelést, ugyanúgy a szertartásokat itt is megtartjuk, barkaszenteléssel, körmenettel. Csak így a székelységen belül vannak ilyen apró kis hagyományok, amik itt errefele délvidéken nem élnek, csak ott a székelység körébe. Ugyanígy nagyon fontos volt, ha mentek a fiatalok locsolni otthon, és mindenki kapott egy ilyen megírt hímes tojást, és ezt nagy becsűbe vették a legénykék, meg nyilván pénzt is adtak a gyermekeknek, ha mentek locsolni. Keresztes Andor húsvétig több lelki gyakorlatot is tart, hogy a hívek lelkiekben is felkészüljenek az ünnepek ünnepére. A böjtöt nem csak számos szokás jellemzi a bukovinai székelyek körében, de az ünnepkörnek nagyon gazdag a dalkincse is. Az idősek a templomokban vasárnap a mise előtt ma is eléneklik ezeket, és hűen ragaszkodnak a szüleiktől megtanult rendhez. Lehullott a Jézus vére, a szent kereszt fa tövére. Drága látós szent estéből, öt mélységes sábájéből. De a földön nem maradott, mint piros rózsa kinyillott, a szent angyalok feleszették, alázatosan tisztelték. Böjti éneket hallottak a Kéki Hajdú Józsefné előadásában. Ennek az időszaknak különös jelentősége volt a bukovinai székelyek életében, ami nem csak vallási kötelezettséget jelentett, de étkezésben, szokásrendben és az énekekben is megjelent a befelé fordulás. Nálunk még a faluba azért tartsák még a régi szokást, a régi énekeket azért még elé kerülnek, mert vannak asszonyok, akik azért még olyan korosztály, hogy a régi énekek még előjönnek, és nagyon sok ének van olyan, amit most már máshol is templomba énekelnek, de nálunk azért még ez hagyomány, hogy a böjti énekeket, a régi énekeket azért még elénekeljük mise kezdete előtt. Ha megy a rózsafüzér, akkor így el szoktuk énekelni ezeket. És akkor hetente van a misén a keresztút, akkor azt a keresztúti éneket, hát ami az hozzátartozik a keresztúthoz, azokat. Amúgy is a böjt a szomorúságról szól, és ezt úgy gondolom, hogy a böjtbe kicsit tartózkodunk a vidámságtól, a
hát a minden, hogy mondjam, a mulatságoktól tartózkodunk, és ebben az énekben minden megvan, ami, ahogy énekeljük, ez valahogy olyan szívhez szóló, olyan keserves a dallamai is, úgy gondolom, meg különleges, amit máshol nem igen hallottam még, úgyhogy templomokban ezeket a régi énekeket. Húshagyó kedden a misén a deák elénekelte a Dúsgazdag síralmát, mert akkor kezdődött a 40 napos böjt, és emlékeztette az embereket a Dúsgazdag elkárhozására. Olvasható egy Isten segítségről származó gyűjtésben. Gyászba borult Isten csillagvára, függönyt vonnak, mennek ablakára. Meghalt az elesett bárány, vértől ázott szent keresztoltárán. Temetésre lejő a mennyország, könyvben áznak az angyali orcák. Szól zokogva az egek harangja, mennyec földet végig sírja hangja. Ezek inkább nagy héten szoktuk énekelni a templomba. Meg mi ezeket az énekeket én onnan is tanultam a szüleimtől, de mi nagy héten mindig mentünk az utcába, voltak olyan egykorú idősebbek, és akkor mi voltunk gyerekek, és vitták magukkal, és kellett imádkozni. Azt mindig kellett tudni azt, hogy vasárnap elmúlt, az utolsó vasárnap, illetve az első böjti vasárnap után a nagy héten, mindig imádkoztunk hétközben, de nagy héten, a hétfői nap, akkor összegyűltünk házaknál, és megbeszéltük, hogy a következő, hát a szülők beszélték, meg következő este kihez mennek, és akkor hétfőn kellett imádkozzunk 40 mi atyánkot, mi is a szülőkkel együtt, mert 40 napos böjt következik. A keddi napon kellett imádkozzunk 30 mi atyánkot, mert azt mondták, hogy Jézus 30 évig járt a Földön. Szerdán imádkoztunk 33 mi atyánkot, mert 33 ezüst pénzért adták el Jézust. Csütörtökön 12 mi atyánk volt, a 12 tövis koszorú, meg hát akkor volt ez az utolsó vacsora. Pénteken 5 mi atyánk volt, az az 5 mélységes sebeiért, és szombaton, hogy 40 napot feküdt Jézus a sírba. És akkor vasárnap hajnalban 4 óra körül mentünk a szülőkkel megint, és ott a templomba kellett imádkozni, és akkor mire kiviradt, akkor mentünk haza. És akkor volt a nagybőthöz tartozott az a, úgy mondták, kókonya szentelés. Azt nagy szombaton is, de nálunk még ma is van, aki tartsa. Én mióta a férjem meghalt, nem igen viszek, akkor a kosárba belerakták a fontkalácsot, kolbászt, amikor ahogy jutott, vagy sonkát, de főtt tojást, és ezt a házi piros tormát, amit a székelyek készítettek. Azat, és akkor hazamentünk a nagy szombaton a feltámadás után, akkor mindig, akkor ehettünk csak zsíros húst. Nagy szombaton a feltámadás után ehettünk csak esetleg zsírosat, és akkor nagy húsvét napján evétkor azt, amit megszenteltettünk a kosárból, hazavittünk, abból egy morzsát nem volt szabad, hogy az tönkre menjen. Azt az utolsó morzsáig el kellett fogyasztani, mert azt a szülők megkövetelték, hogy ezt nem tudom, hogy miért, hát ezt el kellett fogyasztani, úgyhogy nem volt szabad abból semmi, egy morzsa földre vagy valami, azt nagyon kellett rá vigyázni. Nagybőjtben a szerdai napon se ettünk húst, pénteken se, és azért legtöbbször a szombatokat is megtartottuk a szülőkkel. Hát ma már sajnos ez nem, de én még ma is megtartom, úgyhogy meg azért gondolom nálunk, ez én korosztályom, az biztos, hogy még megtartsa. A böjtös étkezés legfontosabb ételfajtája a birkatúró volt.
A gazdák egész nyárra az Esztenára adták a birkákat, onnan pedig túrót és sajtot kaptak. A sajtot nagy kelek formákba hozták haza, otthon sóval elgyúrták fahordóba, dézsákba elnyomkodták. Így állt a pincében, és a bőti időszakban ezt ették. Ezeket a bőti énekeket, amit itt énekeltem is, ezeket a szüleinktől még olyan 6-7-8 éves korom óta akkor tanultam meg tőlük, és ezt ma is énekeljük templomba az én korosztályom az asszonyukkal. Vannak ilyen régi dalok, de megmondom őszintén, én még azért ismerem, meg vannak azért nálunk még, akik ismerik ezeket a dalokat, de nem minden könyvben van meg. Én például ezeket a könyvben nem is, van a 1905-ben édesapámnak az apjáé volt, a Orgona virágkönyv, és azokban vannak ilyen régi énekek, de hát nálunk se nem mindenki tudja azért ezeket, de sok van, így nem tudnám szám szerint megmondani, de van sok. Ja, én nekem busárbánok, szomorú édesanyának, drága kincsem elvesztettem, Jézus egyetlen szülöttem. Ha valamit tudnék róla, naphold csillagok lehulna, hegyek, völgyek és patakok, erről nekem hírt adjatok. Ha már a szokásokról és a dalokról, valamint az étkezésről szót ejtettünk, folytassuk egy igazi bőti étellel, a ciberelevessel. Ha hiszik, ha nem, egy kis történetnek köszönheti a nevét, és az elkészítése rendkívül egyszerű, mint a székely ételeké általában. Véget ér a mulatság, elcsendesedik minden, nagy böt következik. Ekkor zsír nélküli ételeket és hús nélküli ételeket fogyasztottak általában az emberek. Én most egy cibrelevest fogok elkészíteni a következőképpen. Meghámozom a hagymát, szép apróra összevágom, kevés vízzel fölteszem főzni. Puhára főzöm, közben sózom, borsózom, babéllevet teszek hozzá. És amikor már puhára főtt a hagyma, felengedem vízzel. Hozzáteszek egy kis ecetet, mikor azzal összefor, akkor beleengedem a tojást egészében. És az ecet egy kicsit összefogja, és ez egészében megmarad. És kész is a ciberelevés. Én egy bukovinai ételeknek a főzését, amit az édesanyámtól tanultam, kimondottan azokat gyűjtöttem össze. És azt egy ilyen kis könyvbe összeállítottam. 4 személyre kiadagolva, és úgy a fiam fényképezte, és ezt a Bonyhádi Múzeum adta ki annak idején. És most is megtalálható ott. A bőjtős ételek étrendje régen a következő volt. Guduba sült pityóka, pityóka galuska, pityóka leves, cibre leves, hering, vertej, ávilánka, és főztek régen buzát, kukoricát, amit édesítettek egy kicsit cukorrépával, és azt fogyasztották el. Hamazó szeredához kapcsolódik egy történet, mégpedig a gyerekeket szokták egy picit megnyugtatni, ugye a bőjt közelettével, és elmesélték nekik, hogy Cibere Vajda, a konc király, hogy harcolt, megvívott egymással. És hát ugye itt ebben az esetben felvonultatták azokat a harci elemeket is, ugye késeket, meg török, meg különböző eszközöket, gombokat, meg mindent, amit csak fegyvereket, amivel érdekesítették a történetet. Végül is ugye a lényege a dolognak, hogy ugye
a bőti időszak, és hát ugye húst nem szabad enni, és így cibere, vajda, ugye ami a bőt ételhez kapcsolódik, valamint konc király, ugye hát a valószínűsítik, hogy ugye a konc, tehát a bő, a zsíros ételekre vonatkozóan, hogy megvívnak, és hát cibere vajda győz, és ezzel tulajdonképpen legyőzi a konc királyt, és így a bőti időszak, így akkor a gyerekek egy picit megnyugodtak. Hát ugye alig várták, hogy megvíradjon, mert ugye ezt este elmesélték, és már mentek, ugye itt különböző helyeket, helyszíneket jelöltek meg a mesélők, és hogy megkeressék azokat az eszközöket, pisztolyokat, persze nem találtak semmit, de hát ez mégiscsak egy történet volt, számukra egy érdekesség, amivel egy picit meg is nyugodtak valóban. És ugyanakkor volt egy másik történet is, ami ide kapcsolható még a szerdához, mégpedig ugye akkor mentek el a legények azt a pénzt begyűjteni, ugye, ami a bálnak a költségét terhelte, hiszen ők ugye ez ingyen bál volt, tehát nem fizettek. És akkor mentek úgynevezett zsidónak öltözve, ugye ez azt jelentette, hogy a fejükre húztak különböző arcokat, illetve kialakítottak arcokat, és így mentek, nyávogtak, nyeregtek, mint ahogy mondják, a falun mentek végig, és akkor hát bementek több családhoz, és hát próbálták ugye, főleg akik ott is voltak a bálba, próbálták egy kis pénzzel tulajdonképpen megsanáltatni magukat. Hát ha ahol sikerült, ugye ahol nem sikerült, ott fogtak, amit értek, így fűrészt, meg baltát, meg mindent kifelé, hát azt szépen elvitték, és hát utána jó pénzért ugye be lehetett váltani, illetve ki lehetett váltani, és hát amit meg nem váltottak ki, azt meg eladták ugye a zsidónak, hiszen az rendszerint Bukovinában ugye zsidó volt a boltos, és így akkor valamilyen módon pénzhez jutottak. Valamint ugye a nagy hétnek a bezárásaként ismét előjön az a történet, ugye, amivel kezdődött a hamvazó szerdák esetén, hogy újra cibere vajda és konc király ugye megvív, és ekkor tulajdonképpen konc király volt, aki győzedelmeskedett, és így újra lehetett ételt enni. Csak vigyázni kellett, hiszen megtörtént az is, és ez egy mondás volt, hogy betett, mint bece a szenteltből. Tehát annyit evett, hogy a szervezete nem bírt a szegénynek, s meghalt. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!